Sziasztok, Joy lányok! A füstös szem örök sláger, nem megy ki a divatból. Éppen ezért megmutatok nektek egy trükköt, hogy hogyan tudjátok a leggyorsabban elkészíteni. Szükség lesz rá egy krémes szemhéjfestékre. Én egy szürkés... Hú, érdekes ez a szín. Szürkés lilás árnyalata van. Ilyen megmutatom a készfejemen nektek. Tehát egy ilyen árnyalatú krémes szemhéjfestéket fogok használni ecsettel. Az ujjatokat is nyugodtan használhatjátok ennek a felvételére. Én jobban szeretek ecsettel dolgozni, mert precízebb. De ha már villámfüstös szem, akkor nyugodtan használjátok az új vegyeteket. Az is egy érdekes dolog, képzeljétek, hogy ha precízen és finom mozdulatokkal szeretnétek dolgozni, akkor a gyűrűs ujjatokkal, illetve a középső ujjatokkal tudtok a legfinomabban a bőrfelülethez érni és dolgozni. Ha arról is kifestitek a szemeteket, az még inkább kinyitja a tekintetet. Viszont ez egy finom vonal legyen. Az fontos tudni, hogy az éles vonalak összehúzzák a tekintetet, a finoman elsatírozott puha vonalak pedig kinyitják. Rendben. És most egy fekete szemceruzával megerősítem a szempillák vonalát, illetve ezt a vonalat elsatírozom, és ez adja meg tulajdonképpen igazán azt a füstös jellegét a sminknek. Így sem kell, hogy szabályos vonalat húzatok. Ami fontos, hogy tényleg töltsétek fel, vagy ki egészen a szempillák tövét. Tehát ne legyen itt lyuk a szempillák tövénél. És elsatírozom. És a szempillaspirál. Ez a sminknek a koronája, a szempillaspirál. És fölül-alul kispirálozom a pilláimat. És hát ilyen. Ilyen egy villám, füstös szem.